Sziasztok! Ez itt a Premier Pláne. Mivel az iskolának újra át kellett állnia az online oktatásra, így a diákok mindennapjai újra felborultak, úgyhogy most megmutatják nekünk azt, hogy hogyan is telnek a napjaik, hogyan tanulnak, nézzünk is bele! Sziasztok! Frusa Luca vagyok. A Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Szegedi Tagintézményének egyik tanulója. Kis Virág vagyok, és a Szegedi Premier Művészeti Szakgimnáziumba járok. Sziasztok, én Kamaiszki Vanessa vagyok, és a Szegedi Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója vagyok. Ma egy ilyen napi vlog féleséget fogunk nektek felvenni. Most meg fogom nektek mutatni, hogy nekem hogy zajlik egy napom ezzel a digitális oktatással. Így a második hullámban. Sziasztok, ismét reggel 10 óra van, nemrég keltem. Aztán megyek egyik barátnőmhöz, mert itthon nincsen wifi. Aztán össze is szedem magam, ez így nem működhet tovább. Most keltem, de szerintem ez látszik is a fejemen. Nem sokára kezdődik az egyik órán. Igazából, amikor rendes suli van, akkor 6.30-kor szoktam kelni, ilyenkor viszont 7.30-kor, hogyha lesz első órán. Általában 8-kor kelek, de most kivételesen később keltem. A keddi napjaim viszonylag lazák, ugyanis 2 Skype-os órán van, a többi pedig tánc. Hát, kimegcsinált a kis gondjam, megfeleltöztem balettcucba, megnéztem a videót, amit a tanár úr feltöltött, úgyhogy most már csak le kell mennem, és felvennem azt a gyakorlatot, amit kiválasztottam. Most végeztem a balettal, és most nyűszézni fogok egy kicsit, mert itt ugrált nagyon, és ide jöttem hozzá. Szóval oké, hogy amúgy heti 18 órában táncolok, de mikor felkésítem az ötödikre, megáll a szívem, meg a tüdőm meghal, tehát hogy... Szóval a reggelim így délben, inkább azt mondom, hogy ebéd akkor, egy vajas kenyér, ilyen műzli, üdítő, és drága barátnőmnek pedig zsíros kenyér. Szóval most fejeztünk be egy laza órás tanulás session. Amíg lyukasom van, addig takarítani terveztem. Vége lettek az óráimnak, mesélek egy kicsit arról, hogy milyen az online oktatás nálunk. Hát igazából ugyanúgy kell órára járni, csak Skype-on, és van egy óra, ami Google Meet-en van. A kameránk meg a hangunk nem szokott bekapcsolva lenni, csak hogyha esetleg kérdeznek valamit, egy óra van, amikor be van kapcsolva a kameránk, nekünk, ugye a színész mesterségnél. Kitakarítottam a szobámban, megcsináltam a kis vackot, meg minden, tiszta jó. Kiszellőztettem, felajtoztam, letusoltam, és most még meg fogunk csinálni az arcomat. Nem szoktam sminkelni, de néha ha van kedvem, akkor szoktam, és most van kedvem. Ilyen tusfonál, meg szempilla, spirál, és kb. Ennyi szokott nálam lenni. Szóval egyébként én tánc és énekszakon vagyok, ezért általában úgy szoktam gyakorolni, hogy itthon elénekelem a vizsgadalaimat, táncra ugye felkészülve nyújtok, edzek. Gyakorlás. Ugye suliban még vettünk egy pár koreográfiát, azt nem szoktam tudni átvenni ilyen nagy lépésekbe, mert kisebb a szobám, ezért inkább csak olyan kis lépésekbe szoktam átnézni, és inkább ilyen nyújtásokat, meg ilyen gyakorlatokat szoktam csinálni. Visszanéztem a videókat, és rájöttem, hogy annyira nem beszéltem erről, ezért szeretnék egy picit beszélni arról, hogy nálunk hogy működik a digitális oktatás. És minden óránk meg van tartva Skype-on, kivéve a táncórák. A táncórákra pedig vagy videókat kapunk, vagy nekünk kell küldeni videókat, és esetleg még az is előfordul, hogy beadandót kell írnunk valamivel kapcsolatban, vagy meg kell néznünk egy táncos filmet. Gyakorlatilag iskolában vagyunk, csak itthonról. Hát nem volt ma valami túl mozgalmas napom, nem is terveztem úgy előre, hogy mit csináljak, ezért lassan majd hazaindulok, ott csak lefürdök, alszok, és így telik egy napom. Hát ennyi lett volna ez a videó. Számomra egyébként nagyon érdekes volt nézni, hogy ők hogyan oldják meg, hogyan zajlik valóban az iskolában ez az online oktatás. Hiszen fantasztikus dolog az, hogy ilyen helyzetben is az iskola ilyen jól meg tudja oldani azt, hogy a tanulás és az oktatás továbbra is tudjon működni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, reméljük, hogy tetszett nektek. Ne felejtsétek el, hogy jövő héten találkozunk a következő videónkban. Sziasztok!